Mostani vendégem természettudós, lokálpatrióta újpesti, a helytörténeti értesítő állandó szerzője, újpesti természeti értékek kutatója. Tavaly novemberben mestertanár aranyérem díjat vett át, illetve már harmadik nyelven jelent meg átfogó monográfiája a közép-európai édesvízi gerinctelenekről, sőt írt egy Bogárnézős vizsgálatok című könyvet, ami eljutott az újpesti óvodásokhoz is, iskolásokhoz. Vendégem dr. Kriska György, az ELTE-TTK embertani tanszék adjunktusa, az MTA Ökológiai Kutatóközpont, a Dunakutató Intézetének tudományos főmunkatársa, jól mondtam a titulusokat? Igen, köszöntöm Önöket. Szervusz, köszöntök a stúdióban én is. Hát először is, mivel is kezdhetném, gratulálok ehhez a díjhoz. Ugye ez az a díj, amit a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkájukért kapnak egyetemi tanárok, oktatók. Igen, összefoglalni így mondhatjuk el, valójában a tehetséggondozást díjazzák. Tehát az minden egyetemen vannak nagyon tehetséges kutatódiákok, és az ő előmenetelüket támogatják a mestertanárok, és évente, illetve két évente egy alkalommal ismerik el ilyen aranyérem formájában a tevékenységüket. Fontos, hogy ki adja ezt a díjat? Kik adják? A OTDT, tehát az Országos Tudományos Diákköri Tanács adja át minden évben. Ez egy országos szervezet, és az összes felsőoktatási intézményen megnézik, hogy kik azok a tanárok, akik érdemesek erre a kitüntetésre. Tehát ez még különösen értékes díj, hiszen akkor ezt én értem, ezt a hallgatók osztják, tehát a hallgatói szervezetek, hogyha, és hát ugye ki tudná a legjobban, hogy ki a legjobb tehetségkutató, meg tehetséggondozó, hanem a hallgató. Hát a hallgatók is ott vannak ebben a szervezetben, de alapvetően ez a Tudományos Akadémiához az MTA-ban is kötődik. Igen, és ott történt a díjnak az átadása is. Na most itt tulajdonképpen, amikor mi alapján döntik el, hogy ki érdemes egy ilyen díjra, akkor nem csak a magyarországi szintet nézik meg, hanem itt nagyon fontos, hogy a mestertanárnak a diákjaival legyenek olyan közös publikációi, amelyek nívós nemzetközi szaklapokban jelennek meg. Ugye ahhoz, hogy valaki jó tehetséggondozó tanár legyen, ahhoz tehetséges diákok is, tehetséges hallgatók is kellenek. Évről évre azért jönnek olyan hallgatóid, akikkel érdemes foglalkozni, akikbe érdemes energiát fektetni? Igen, mindenképpen azt mondhatom, hogy vannak ilyen diákok, bár azt kell mondanom, hogy az utóbbi években azért nagyobb intenzitást kell kifejteni abban az irányban, hogy toborozzuk ezeket a diákokat, tehát hogy tényleg eljussanak azokhoz a kis laboratóriumokhoz, ahol tényleg nemzetközi szintű kutatásokat tudnak folytatni. Csappant-e a természettudományos érdeklődésük a diákoknak, hallgatóknak, vagy azoknak a végzős középiskolásoknak, akik egyetemre mennek? Sajnos általánosságban azt mondhatom, hogy igen. Tehát ez a felvételi számokban is tükröződik, különösen a tanárszakosok esetében, bár az utóbbi egy évben már azért megfigyelhető egy elmozdulás, tehát jóval több ilyen szakos tanárt vettek föl az ELTE-re is, úgyhogy bízom benne, hogy előbb-utóbb azért népszerűbbé válnak ezek a szakok, különös tekintettel arra, hogy az elhelyezkedés azért sokkal kedvezőbb a természettudományos képzettséggel. Ugye ez a tanári munkádat díjazza, ez a tudományos munkádon túl. Ezt te súlyozod valahogy, a tudományos munkádat és a tanári oktató munkádat? Vagy ezek együtt járnak? Ezek úgy gondolom, hogy együtt járnak, és amikor mondjuk egy szakmai önéletrajzot össze kell állítani egy kutatónak, akkor ott is ezekre mindig rákérdeznek, tehát hogy mennyire képes átadni azt a tudást, amivel rendelkezik, és aminek a segítségével nemzetközi szinten képes publikálni. Tehát egy nagyon fontos dolog, és látható a pályázatokból is, amiket az akadémia kiír, hogy az utód generáció képzésére, fejlesztésére nagyon nagy gondot fordítanak. Ennek szellemében hogy állunk mi ebben a tematikában nemzetközi szinten? Nyilván ennek nincs egy olyan mércéje, nem 100 méteres sífutás, de azért mégiscsak azért lehet tudni erről. Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok tehetséges diák van, és ez különösen jól látszik az OTDK rendezvényeken, tehát amelyek ugye két évente kerülnek megrendezésre, tehát nagyon komoly eredmények vannak, és azt látom, hogy a fiatal kutatók esetében is egyre nagyobb az elvárás. Tehát, hogyha valaki egy kutatóintézetbe kerül, akkor bizony már le kell tennie valamit az asztalra ahhoz, hogy ott meg tudja vetni a lábát. Dicsekedjünk, nyugodtan megmutatod ezt a szép érmét. Igen. Tehát ez a mestertanár aranyérem, ehhez tartozik egy oklevél is.
Ez egy elkötelezett tanárnak, ez egy szép büszke. Igen, tehát ez tulajdonképpen úgy gondolom, hogy az egyik legmagasabb szintű elismerése a egyetemi oktató munkának, tehát ezt én nagyon fontosnak tartom. Persze attól független is, hogy valaki nem kapja meg ezt a mestertanár aranyérmet, azért lehet nagyon kiváló tanár, hiszen itt nagyon persze. Sokféle tevékenységet kell ahhoz folytatni, hogy valaki megkaphassa ezt a díjat. Ahogy mondtam már a bevezetőben, most már a harmadik nyelven jelent meg a monográfiád, az Közép-Európai Édesfizik Gerinctelenekről, először 2008-ban magyarul, aztán jól tudom, az nagyon gyorsan elment, az összes példány, aztán németül is megjelent, és angolul is, azért ez is nagy szó. Tehát ez azt jelenti, hogy használják, gondolom, tankönyvként is, és egyéb igen. Segédeszközként. Igen, nagyon örültem én is, tehát amikor 2008-ban megjelenhetett a magyar kiadása a könyvnek, nem volt könnyű egyébként kiadni Magyarországon, elsősorban amiatt, mert a kiadó, a Nemzeti Tankönyvkiadó kezdetben azért nem nagyon látta azt a réteget, aki érdeklődhet a könyv iránt, és hát nem is túl nagy példányszámban adták ki az első kiadást. Tehát lobbizni kellett? Igen, lobbizni kellett, pályázati pénzt kellett szerezni, tehát ez a szokásos. Hát ahogy ez, ahogy ez szokott menni. Aztán még 3 hónap alatt elfogyott az összes könyv, tehát a következőben 2009-ben már meg is jelent a második kiadás, és ugyanakkor jelent meg a német nyelvű kiadás is, Thomas Titizer társszerzőségével. Tehát ez bővített ilyen értelemben, hogyha egy társszerzőről is beszéltünk? Némileg bővített, másrészt ez egy ilyen érdekes kooperáció volt, mert egy konferencián találkoztam a Bonni Egyetem professzorával. Ő az említett úr? Az említett úr Thomas Titizer, aki egyébként Erdélyből származott, még az 50-es évekbe került ki Németországba, és nagyon jót ott magyarul. És neki annyira megtetszett a kézirat, hogy ő vállalkozott arra, hogy lefordítja németre, és így tulajdonképpen így jelenhetett meg 2009-ben Németországban. Majd utána múltak az évek, és 2013-ban a Springer kiadó gondozásában sikerült megjelentetnem angol nyelven is. Ez mindenképpen már egy továbbfejlesztett munka, hiszen azért itt is a tudományban elég jelentős előrehaladások történtek, és ennek megfelelően. 2008 óta már annyit ment előre. Igen, hát itt alapvetően nem a biológiai alaptörvényszerűségei változnak, hanem az egyes élőlényeknek a besorolása, a különböző taxonoknak, rendszertani csoportoknak a megnevezése, és hát ez ennek megfelelően át kellett alakítani a könyvet. Azt mondhatjuk, hogy ez a kiadvány abban különleges, hogy követi a modern kor kívánalmait abban az értelemben, hogy nem csak egy nyilván laikusként száraz anyag, hanem számítógépes ábrákkal, grafikákkal, fotókkal, szoftver melléklettel, stb. Színesíti a könyvet? Vagy ezek színesítik a könyvet? Igen, én úgy gondolom, hogy az, hogy a Springer kiadó kiadta ezt a monográfiát angol nyelven, az abban azért döntő szerepe volt a szakmaiság mellett az illusztrálása is a könyvnek. Tehát hogy van benne valami plusz, nyilván szakmaiságán túl. Igen, tehát egy színes vektorgrafikus ábrákkal van alapvetően illusztrálva, plusz színes képekkel. Ez a kettő egy olyan komplex megközelítést tesz lehetővé, ami nagyon megkönnyíti az oktatásban való felhasználását a könyvnek, és ugye a digitális melléklet, ami egyébként több mint 1 gigabájtnyi, tehát egy óriási anyag. Na most ezt már nem a könyvhöz mellékelték, hanem a Springer honlapjáról letölthető, abban filmgyűjtemények, képgyűjtemények, interaktív animációk. De sőt, hát akkor úgy kötődik a könyvhöz is azzal persze, együtt. Persze, tehát egyértelműen ahhoz kapcsolódik, és egy nagyon érdekes dolog, hogy androidos mobiltelefonokra is készítettünk egy képekkel, illetve filmrészetekkel illusztrált határozót, ami szintén a Springer honlapjáról tölthető le. Azért azt gondolom, hogyha a könyv egy természettudományos könyv, mondjuk medvékkel foglalkozik, ott könnyebb ábrákat, fotográfiákat használni. Ez esetben azért ez nem olyan egyszerű dolog. Igen, tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ez a munka összefoglalása annak a több mint 2 évtizedes munkámnak, ami során igyekeztem képileg is dokumentálni azokat az állatcsoportokat, amikkel foglalkozom. Tehát ez nem egy olyan munka, amit mondjuk az ember leül, gondol egyet, és akkor 1-2 év alatt elkészíti. Tehát megírja. Igen, ez kellenek azért az előzetes évtizedek. Azt említetted, hogy 3 hónap alatt
elment az első kiadás, de, és ez nyilván az jó visszhangot jelenti, de milyen szakmai visszhangja volt ennek a könyvnek, mind Magyarországon, mind külföldön? Igen. Hát a szakmai fogadtatás azért elsősorban abban mérhető, hogy mennyire használják a szakemberek. Tehát egymást nem nagyon szoktuk így szembe dicsérgetni, de azt látom, hogy a kollégáknak ott van az asztalán és használják. Tehát mi kell ennél több? Igen, tehát ez mindenképpen fontos. A Springernél ugye nem olyan régen jelent meg a könyv, de ott például az utolsó levélváltásom a szerkesztővel úgy zárult, hogy bármi ötletem van, akkor elsőként hozzájuk forduljak. Tehát azért ez egy olyan pozitív visszajelzés. Ugyan még ugye eladási adatokról még nem nagyon tudhatunk, de a hozzáállásuk nagyon pozitív, és nagyra értékelik a munkát. Ez, hiszen ahogy mondtad, 2008 óta már minden bővül, halad, ez bővíthető ez a kiadvány? Igen, tehát itt tulajdonképpen, hogyha visszagondolunk, akkor a 386 oldal volt a magyar nyelvű kiadvány, most a Springer kiadvány 411, tehát így, akár így oldalakban is mérhető a tudománynak. Tehát a francia az már 600. Igen, az már lehet, hogy... Az új magyar az meg, és így tovább. Tehát ez folyamatosan fejlődik. Igen, én szeretném egyébként, most az a következő tervem, hogy a magyar kiadványt is korszerűsíteni, és akkor újra kiadni. Még nem tudom, hogy erre milyen lehetőség lesz, hát remélem, hogy sikerül majd támogatást nyerni erre is. Nem csak ilyen komoly tudományos munkákat adták ki a kezedből mostanában, hanem komoly tudományos, de ez egy gyerekeknek szólott, méghozzá Bogárnézők és Vizsgálatok címen társszerzőjét. Ezt is megmutatod nekünk? Persze. Társszerzőként jegyzed. Ez egy, gondolom, egy kicsit könnyedebben foglalkozik ezzel a témával, hiszen óvodások és iskolások használhatják. Igen, tehát nekem a veszőparipám, hogy a biológiát, meg a természetismeretet azt gyakorlatközpontúan kell oktatni, tehát hogy ténylegesen ismerjék meg az élőlényeket a diákok, a óvodások, amikor ezzel foglalkoznak. Egyetemen már sikerült is egy ilyen hiánypótló művet létrehozni, egy 4 kötetes munka formájában, ami a Nemzeti Tankönyvkiadónál jelent meg, de nagyon éreztem a hiányát, hogy ezek az ismeretek megfelelő szinten megjelennek az alsóbb osztályokban is, és ennek nyomán fogalmazódott meg, hogy kellene írni egy ilyen könyvet, ami egyébként nagyon sok gyakorlati vizsgálatból áll alapvetően, de áttekinti a fotoszintetizáló szervezeteket, tehát éppen a növényvilágot, és egy különleges eszköz használatára épít, ami valójában egyszerű, de mégis különleges, ez a 3 nézetű bogárnéző. Na, engem az érdekel igazán, hogy őszintén legyen. Igen, egyébként a gyerekeket is elsősorban. Hát azért mondom. Ez érdekli, tehát ha lehet választani a könyv és a néző között, akkor elsősorban ez érdekli őket. Na most ez az érdekes, mert sok... Mivel rá valami triplet látok, tehát... Igen, igen, tehát ez a 3 nézetű bogárnéző. Ja, na most az az érdekes, hogy sok bóvli is kapható azokban a boltokban, amik ilyesmi eszközökkel programoznak. Ez létező, ezt Olaszországban gyártják, és onnan kerül be Magyarországra. Na most, mikor én ezeket vizsgálgattam, ezeket az eszközöket, ami egyébként véletlenül került hozzám, tehát éppen itt Újpesten a Homoktovics környezetén oktatóközpont szervezésében állandóak a farkaserdei terepvizsgálatok iskolásoknak, óvodásoknak, és kapcsolatba kerülve velük, akkor ismerkedtem meg én is ezzel az eszközzel, és rájöttem, hogy itt tulajdonképpen egy olyan egyszerű eszközről van szó, ami a fénymikroszkóp, a sztereomikroszkóp kedvező tulajdonságait, sajátságait ötvözi. Aha. Vízminták vizsgálatára is alkalmas terepen, és tantermi foglalkozásoknál is jól használható. Tehát van egy átlátszó pohár, ez a vizsgálati tér, ebben most van is egy műpók, meg egy csipesz. A tetején van 2 lencse, egyik az kihajtható, igen, és attól függően, hogy hogyan használjuk, tehát egyrészt térhatású képet is tudunk benne szemlélni, illetve nagyított képet, hogyha mind a két lencsét ráhajlítjuk, illetve lehetőség van arra, ezen az alsó kémlelő nyíláson keresztül, hogy ugyanez a két, tehát térben, tehát ugyanígy alulról tudjuk vizsgálni az objektumot, illetve oldalról, tehát így jön ki a 3 nézet, tehát felülnézet, oldalnézet, alulnézet. És hát mivel nem egy túl drága eszközről van szó, ezért az iskolák megengedhetik maguknak, hogy ilyet beszerezzenek, és hát itt örömmel kell megjegyeznem, hogy Újpesten, ez Újpest iskoláin, óvodái különösen kedvező helyzetben vannak, hiszen az önkormányzat megfinanszírozta számukra
ezt a könyvet, illetve a bogárnézőt. Tehát az eszközt és a könyvet. Így együtt. Van, együtt. Megnézhetem, nem bírom ki a beszélgetés végéig, sajnos. Tehát, hogy van. Ott még van egy védőpapír. Ja, tehát igen, azt már azért nem látok. Igen, mert egy tükör van benne, és az biztosítja, hogy alulról is lehessen látni a tárgyat. Na most mivel... Vadpók. Igen, tehát mivel ez egy ilyen makrovilágba enged betekintést, amit azért szabad szemmel nem nagyon szoktunk látni. Ez azért gyerekeknek elképesztő élmény lehet, nem? Igen, hát... igen. Tehát tényleg az, ahogy karácsony előtt is kollégáim, unokáiknak, gyerekeiknek vettek ilyen eszközt, és akkor rögtön ott a szobában nézték, hogy a zugpókból van-e még esetleg, amit lehetne vizsgálni. Tehát hihetetlen motiváció. Már is hasznos az ilyen jellegű betolakodó a szobában, nem? Igen. Akkor ezek szerint, tehát ez pont azért is jó, hogy mondtad, ott kell elkezdeni gyerekkorban a természet szeretetére nevelni a gyerekeket, hiszen lehet, hogy akik most ebben nézik a kisebb fajta élőlényeket, azok majd legkésőbbiekben egyetemen kutatják azt, amit te is kutatsz. Igen, egyrészt, tehát így a szakember utánpótlás miatt is érdekes, de még inkább az, hogy ilyen természettudományos szemléletformálás megvalósulhasson mindenki számára, tehát akik később esetleg más területekre kerülnek. Na most itt viszont nagyon fontos megemlíteni, hogy mivel ez egy kevéssé ismert világ, és nem nagyon készült szakirodalom ehhez a területhez, tehát ezért is volt nagyon fontos, hogy egy könyv megjelenjen, ami a óvónőknek, illetve a tanítóknak nyújt olyan szakmai segítséget, miáltal nem adnak olyan téves információkat, ami később megzavarhatja a diákokat. Hát kívánom, hogy minél többen nézzék ezt, gratulok még egyszer a díjathoz, aztán pláne kívánom, hogy még több nyelven jelenjen meg majd a monográfiát, és majd a magyar kiadása, a sokadik, az már 1000 oldal körül legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.